Még mindig nem tudom megérteni, hogy a liberálisoknak miért ennyire fontos a gyerekek szexualitása. Nem kérdés, hogy a bal liberális politikusok már a kezdetektől a gender lobby mellett állnak. 2009-ben Dobrev Klára, bőszma miniszterelnök feleségeként a gender propaganda óvodákban való megjelenését szorgalmazta. Gyurcsányné már akkor egy olyan szervezetet alapított, aminek az volt a célja, hogy óvodásokat érzékenyítsenek. Erről még egy kormányrendelet is született. Hála Istennek jött a kormányváltás. Persze ezt a valódi szándékukat titkolni próbálják. Így, ha előkerül a gyermekvédelem, magyarázkodnak, mellébeszélnek, vagy csak simán hallgatnak. Szerintünk viszont a gyermekeket mindenáron meg kell védeni. És nem tűrhetjük a pedofilokat és a gender az óvodákban és iskolákban. Ha szerinted is védenünk kell a kiskorúakat és szigorítani a gyermekvédelmet, csatlakozz és kövess minket itt a Patriótán.